Lehet látni azt, ahogy kapcsoltuk az élőképet is a Röszkén, hogy nagyon több száz, ugye ezer menekült is lehet, és nagyon sok szemetet hagynak maguk után. Ugye a menekültek között azt mondják, hogy még nem lehet olyan betegséget felfedezni, amelyek a magyar lakosságot veszélyeztetnék, de óvatosságra int az országos tiszti főorvos, akit most a vonalban van. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt mondta ma reggel, hogy idézem, hogy járványügyi kockázatot jelent a megnövekedett migráció. Ez pontosan mit jelent? Egyrészt jelenti azt, amiről az előbb beszélt, hogy az itt maradó hulladék tekintetében azt gondolom, hogy nagyon fontos a mielőbbi letisztítása a területeknek, ráadásul szakcégekkel, hiszen ha mindenki megpróbál ebben a dologban segíteni, akkor sokkal rosszabb helyzetben kerülünk, hiszen ezek bomló, vagy jó része az, vagy olyan ezek biológiai anyagokkal, széklettel, vérrel szennyezettek, ami egy különös elbánást kíván, a leginkább égetés, de természetesen minden más biológiai megoldás is megoldás. Az a lényeg, hogy ne önmagunk próbáljuk ezt meg helyetenni, hanem bízunk ezt a szakemberekre. Ha mindenképpen szükséges, akkor a védőfelszerelés azt gondolom meg elvárás. Ha kialakul bármiféle járvány, akkor mi a teendő? Ugye ezek a migránsok folyamatosan elhagyják az országot, jönnek, mennek, nem lehet féken tartani őket. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a kórokozó hordozás tekintetében nem várható járványos méretű megbetegedés, legalábbis a magyar lakosság körében biztos, hogy nem, közöttük előfordulhat, hiszen nagyon sűrűn és nagyon szorosan élnek együtt. Amire készülni kell, azok a normális módon nálunk is előforduló, nálunk is előforduló enterális megbetegedések, ami hasmenés, hányás, láz és egyéb olyan fertőzések, amikre oda kell figyelni, halmozottan vagy tömegesen előfordulhatnak, és hát a felső légúti megbetegedések, amik csak fertőzéssel terjednek, hiszen következik az az időjárás, ami táptalaja lehet ennek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.